Sziasztok, én Vera vagyok, ez itt a Kávé és Mink YouTube csatorna. Hoztam nektek most egy havi haul videót. Összeszedem az ebben a hónapban rendelt termékeimet, és most már nem egyesével fogom hozni, hanem ami így időről időre összegyűlik, amit rendelek esetleg, vagy drogériában veszünk, vagy összevágom a videót, vagy egyszerre leülök és felveszem, még nem tudom a formáját, de 2023-tól így fogom csinálni, hogy havi egy haul videót csinálok. A szépségápolás és testápolás témakörben. Minden esetre ezt így eldöntöttem, hogy csinálni fogok minden hónapban egy ilyen videót, hogy mit rendeltem, vagy mit vettem. Mutatom is azzal, ami nem az enyém. Van itt egy kis doboz, amiben Kella Puder ecsetek vannak. Ez nem nekem lett rendelve, hanem barátnőmnek rendeltem. Van benne egy ilyen kis papírka, hogy ültess el, köszönjük, hogy minket választottál, ezért hadd lepjünk meg egy ajándékkal. Ültess el, vigyázz rám, örülj velem. Ebben virágmagok vannak, nem látni a papíron, de látni, ott látni. A papírban van benne virágmag, és ezt kell elültetni, és akkor ki kell belőle valamilyen virág. Nem írja, hogy milyen virág, mindegy, nagyon cuki. Három darab ecsetet rendeltünk neki, ez még a Black Friday alkalmával érkezett, de mivel nem most postázom, ezért tök mindegy, mikor mutatom meg. A Kella Pudernek a 130-os highlighter ecsetét rendeltük, nem fogom kibontani, mert nem az enyém. A 130-as highlighter ecsetét rendeltük, ami nekem nagyon tetszik, és ilyen sima, tiszta ecsetnek is, ilyen satírozónak is el tudnám viselni. Egy ceruza ecsetet rendeltünk. Nem tudom, hogy mennyire fog látszódni. Ami a 150-es, és egy 110-es, ilyen lapos fejű ecsetet. Tök jók a Kella Puder ecsetek, én szeretem őket. Nekem most jelen pillanatban csak kettő darabom van, egy tusecset és az alapozó ecsete. A Puder ecsetét én kicsinlettem, úgyhogy azon azt elajándékoztam. Meg volt egy satírozó, lapos fejű satírozó ecsetem, azt is elajándékoztam, mert nekem annyira nem nagy hűha, de ez majd megy tovább postázásra. Nem tudok kronológiai sorrendben haladni, mert nem tudom, hogy melyik jött előbb, meg melyik később. Úgyhogy csak mutogatom, jó? Ildikó Beauty-nál láttam ezt a fajta kollagén kapszulát. Én ezt megrendeltem a Body Select weboldalról, azt hiszem. Vagy Body Selection? Valami ilyesmi. 100 darab van benne, és milligramra 500 mg van egy kapszulában, jó, mondom, lehet, hogy hülyeséget besz. Egy kapszula 500 mg kollagént tartalmaz, négyet ír egy napra, én kettesével szedem, már két napja, azt hiszem, két napja szedem, plusz én rendeltem mellé Q10 koenzimet is, ami szintén jót tesz a bőrnek. Ezek nem olyan vészes árban vannak, rendeltem két kollagént, meg a Q10 koenzimből napi egyet ír, és 60 darab van benne, tehát ez két havi adag, ezt ő 20 napinak írja, mert ha négyesével szeded, akkor 20 napi adag. Valahol olvastam rajta, hogy a doboz 25 napi adag. Tehát ez majdnem egy havi, ez meg két havi, úgyhogy kíváncsi leszek, én annó már szedtem kollagént, és nekem nagyon jót tett a bőrömnek, észrevehetően javította a szemkörnyékem ápolásán. Minden esetre a kollagénhez sok vizet kell inni, szóval azt minden esetre érdemes betartani, hogy elég sok folyadékot kell mellé bevinni. Aztán arckrémeket rendeltem kettő fajtát, mert kifogytak a Héliadéim. Újra fogom rendelni a Héliadét is, csak nagyon szeretem kipróbálni az újabbnál újabb krémeket, mármint, hogy mindig keresem azt, amitől tényleg így ezek így eltűnnének. Nem hiszem, hogy ez valaha is megtörténik. Ennek eltüntettem a dobozát, vagyis nem biztos, hogy én lehet életem párja dobta ki. Ez a Ziajának az Anti Wrinkle 40 pluszos arckréme.
éjszakai krém, ez egy olyan, egy ilyen fehér sűrű krém, jó kivilágítja a lámpa, így. Ez egy éjszakai sűrű krém, ami amikor felkened, ilyen hirtelen, mintha megolvadna, ilyen kis fényes lesz, de nagyon szépen beszívja a bőröm, úgyhogy egyelőre tetszik. Nem hiszem, hogy a ráncaim elmúlnak tőle, bár 40 pluszos krém, én már ilyeneket szoktam rendelni, mert lassan 40 éves leszek, és úgy vagyok vele, hogy inkább akkor a 40-45 pluszosokat próbálom ki, főleg éjszakára, nappalra, nem annyira, a nappalra szeretem nagyon a könnyű krémeket. Aztán van itt egy Dermedik Hydra, Hydra In 2, mégpedig ez egy hidratáló krém, a nagyon könnyű állagúnak tűnik, még nem használtam, ezt nappalra rendeltem, nappali krémnek. Le van zárva, mert még nem néztem meg, ez egy, de megnéztem, hazudok, mert ez is egy ilyen fehér krém, egy könnyed hidratáló krém, aminek nagyon finom illata van, és nagyon könnyű állaga, úgyhogy ez nappalra nagyon jó lesz, mert gyorsan beszívódik, és nekem a samponom is most egy Dermedik sampon, úgyhogy nagyon remélem, hogy jó lesz ez a fajta krémjük, és ha beválik, hogy nagyon tetszik nappalra, akkor lehet, hogy ennél fogok maradni, de nem ígérek semmit. Aztán, amit még rendeltem, és az egyiket tudom megmutatni csak, mert az egyik van itt. Megrendeltem a Geek & Gorgeous-nek mind a kettő új hidratáló krémjét. Ez a Hydration Station, ez a zsíros arcbőrre való. A száraz arcbőrre valót is megrendeltem a csemetémnek. Azt oda is adtam neki, úgyhogy ezt nem tudom nektek megmutatni. Hát egyelőre csodát én nem várok ezektől a krémektől, mert inkább ezek csak ilyen hidratáló krémek, feltöltik a bőrt folyadékkal, szépen hidratál, táplálja egy kicsit, de így ránctalanítás szempontból ezek sehol nincsenek. Jó a zsíros bőrömnek, nappalra még nem próbáltam, csak estére nagyon jó volt. Van olyan vélemény róla krémmánián, hogy hagy egy réteget a bőrön, ezt én még nem figyeltem meg, mert kétszer próbáltam ki, mert még van krémem, amit el kell használjak, és én sorba szeretem használni, nem szeretem, ha túl sok ki van bontva egyszerre, de majd jövök, és elmondom nektek, hogy hogy működik. Felbontástól számított 6 hónapon keresztül jó. Használd a szérumaid után, annyit kenj fel, amennyire a bőrödnek szüksége van, normál, kombinált vagy zsíros bőrre. Ez egy géles állagú krém. Nem tudom, majd elvárik, hogy milyen lesz. Nagy csodákat nem kell tőle várni, mert csak hidratál, úgyhogy inkább csak nappalra való szerintem. Aztán még ugyanonnan volt a Skin Smartról, rendeltem ugye ezeket a termékeket. Rendeltem 2 ebből a hámlasztóból. Ez a Salicil Acidos Széruma a Geek & Gorgeous-nek. Mi van benne? Salicil acid szérum, 2%-os salicil sav szérum. Úgyhogy ez a széruma. Aki tudja, mondja ki, én nem tudom kimondani, nekem perfekt a magyarom, ez egy salicil savas szérum. A szérumok előtt kell felvinni, most ezzel próbálkozom estére, mert a hámlasztós tonikom kb. Semmit nem csinált. Hát, ha egy kicsit kitisztítaná a pórusaimat, meg közben radírozok, és meg mindent csinálok, úgyhogy küzdök, hogy szép legyen az arcom. A The Ordinary-től újra rendeltem a niacinamid szérumomat, a szokásos szérumom. Igyekszem nem villogtatni a képet, hátul ég a lámpa, elől ég a lámpa, ilyenek a fények, jön a tél, szokjunk hozzá. Úgyhogy ezek voltak a Skin Smartos rendelések. Aztán volt egy Natinós rendelésem, ahol rendeltem szájceruzákat. Mégpedig a Wet n Wild-os szájceruzákat rendeltem meg, mert akcióban voltak, ilyen 370 forint, még annyi se volt talán. Megrendeltem 5 színt belőle, így mutatom. Ezeket a színeket rendeltem meg, és nagyon hosszúak ezek a ceruzák. Mindjárt mutatom. Itt van egy avonos, kb. Ilyen hosszú szokott lenni egy sima szájceruza. Itt van egy avonos ceruza, és ennyivel hosszabb a Wet n Wild-os ceruza. Nagyon jó a
maga a ceruza, ezek már el vannak satírozva ezek a színek. Látjátok? Tehát egész tartósnak tűnik. A számon is ez van. Ezzel van körbe kontúrozva a szám, meg egy szájfényt tettem rá. Nagyon jónak tűnik, nagyon jó kis krémesek a színek, vagyis a sokkal krémesebb, mint az Essence ceruzáim, és ugye sokkal hosszabb is. Lehet, hogy gyorsabban fog fogyni, de nagyon jó az állaga, gyönyörűen lehet vele rajzolni, nem úgy, mint az Essence-essel, hogy csikarod vele a szádat, úgyhogy ha találok még ebből színt, akkor meg fogom venni, mert olcsó ceruzák, és nagyon kiadós mennyiség, tehát őrület. Aztán ugyanúgy Not Inu, kicsit Wet and Wild vonalon mozogtam, nem tudom, mi van velem, hogy nem tudok beszélni. Na szóval, Wet and Wild-os korrektort rendeltem 2 darab színbe, mivel nem tudtam eldönteni, hogy melyik szín lenne jó, és ez is akciós volt, ezért megrendeltem egy világosabbat, meg egy sötétebbet. A világosabb az a Light Ivory szín, a sötétebb pedig a Light Medium Beige. Most Light vagy Medium? Na mindegy. Szóval egy nyári szín, meg egy téli szín körülbelül. Na, hogy fordítsam már, hogy jó legyen. Ez a Wet and Wild-nak a concealer, de milyen concealer? Fotofókusz concealer, itt van rajta. Ez a Wet and Wild-nak a fotofókusz itt fölül. Fotofókusz concealer-e. Barátnőm mondta, hogy nagyon jók ezek a korrektorok, ő kipróbálta, én meg eleve nagyon szeretem a Wet n Wild termékeit, úgyhogy nagyon régóta nézegettem ezt a korrektort is, egyébként egy olcsó korrektor, és nagyon várom, hogy kipróbáljam, mert érdekel engem is, hogy hogy működik az én zsíros bőrömön. Mennyi kiszerelés? 8,5 millis. Úgyhogy ezt is ki fogom próbálni, idővel majd. Aztán megrendeltem egy Wet and Wild-os szemhéj alapot, ami nálam ugye nagyon bejött. Ha elfogy az inglot, akkor valószínű ezt fogom újra használni. Megrendeltem, mert ez hol Not Inun, hol itt, hol ott mindig el szokott fogyni, mert ez egy baromi jó szemhéj alap, és higgyetek nekem, ha én azt mondom. Úgyhogy az nagyon jó. És megrendeltem a NYX-nek a Glitter Primerét, mert most volt nagyon akciós, és tény és való, hogy azt kell mondjam, hogy teljesen, amit én AliExpress-ről rendeltem, ennek a koppincsa teljes mértékben, mert még a matricákat is lekoppincsolták, ezt is, meg ezt is, a csomagolása, a mérete, még a kupak formája is ugyanaz, remélem a termék is olyasmi, ami benne van, mert én most azt kellem magamra, úgyhogy van egy szemhéj alapom is, nem mintha szerintem egy éven belül elfogyna a másik. És amit én nagyon régóta nézegettem, az a Maybelline-nek a Vinyl Ink rózsa, mégpedig a 35-ös csíki árnyalatú rózsa. Ezt rendeltem meg, még nem használtam, mert ez még nem rég érkezett, még ki van hűlve nagyon, úgyhogy várok vele, hogy felmelegedjen, és holnap ezt fogom kipróbálni. Nagyon kíváncsi vagyok rá, ez egy gyönyörű szép szín. Van benne egy rázó golyó, és ezt elvileg nagyon fel kell rázni ahhoz, hogy elegyűjjön benne az összetevő, és hogy tényleg olyan tartós legyen, és fényes legyen, és jó legyen, mint ahogy mondják, hogy ez nagyon jó. Úgyhogy most ezt ki fogom próbálni. Mostanában ez az egyetlen Maybelline termék, amire így teljesen rákattantam, úgyhogy ez érkezik majd vele videó szerintem, vagy élőbe kipróbáljuk, meglátjuk. Úgyhogy egyelőre ennyi termék érkezett hozzá. Ezt fogom csinálni, hogy havi egy ilyen miket rendeltem videót fogok hozni. Ugye ezeket a termékeket én nagyjából ismerem, használom, szóval sok újdonságot nem tudok mutogatni. De amiről lesz olyan véleményem, hogy elfogyott és tetszik, azt meg a kukakotorászóban fogjátok megtalálni, vagy ha nem tetszik, azt is el fogom mondani, úgyhogy tartsatok velem. Segítsünk egymásnak véleményekkel, tapasztalatokkal. Iratkozzatok fel, légy szíves a csatornára, ha tetszett ez a videó, tartsatok velem, sminkeljünk, csajoskodjunk. Millió puszi nektek, sziasztok!